Abban az időben Jézus útközben látott egy születésétől vakembert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle, Rabbi, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell nyilvánvalóvá válniuk benne. Nekem addig kell végbe vinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. Ezt mondva földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat pedig a vak szemére kenté, és azt mondta neki. Menj el, mosakodj meg a Siloé tavában, ami annyit jelent küldött. Elment tehát, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. Szomszédok tehát, és akik azelőtt, mint vakot látták őt, megkérdezték, nem ez-e az, aki itt ült és koldult? Némelyek pedig azt állították, hogy ő az, mások pedig, hogy hasonló hozzá. Ő pedig azt mondta, hogy én vagyok. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szemed? Elmondta nekik, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szememet, és azt mondta nekem, menj a Siloé tavához, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosdottam, és látok. Ma egy születésétől fogva vakemberről hallottunk az evangéliumi szakaszba, egy emberről, aki egész életében úgy élt, hogy nem látta a világba a fényt, egy emberről, aki egész életében úgy találkozott a másik emberrel, hogy nem tudott a szemébe nézni és nem látta őt, egy emberrel, aki úgy járt kelt a világban, hogy nem látta, mi történik előtte, nem tudott vele találkozni. És valljuk be, sokszor mi is hasonlóak vagyunk ehhez az alakhoz, amikor úgy járunk elünk a világba, hogy nem látjuk a másik emberbe azt, ami szerethető lenne, amikor úgy élünk a világba, hogy nem látjuk, hogy az a világ jó lehet, amikor úgy járunk elünk a Földön, hogy nem látjuk értelmét annak, hogy jót tegyünk, hogy jó irányába menjünk, amikor azt érezzük, hogy ebben a világban már nincs jelen a fény, nem látunk mást, csak a szürke hétköznapokat a mindennapokban, ahol mi is szép lassan becsukjuk lelkünk szemeit. És ha így vakon botorkálunk a világba, újra és újra elesünk, de egyszer csak ez a vakember találkozik Jézussal. Találkozik Jézussal, ahogy mi is találkozunk, és kér tőle, és tőlünk is egy furcsa dolgot. Hogy próbáljuk meg szeretni azt, akit nagyon nehéz szeretnünk, hogy próbáljuk meg jót tenni abban a világban, ahol nagyon nehéz jót tenni, és hogy a jóból nem lehet megélni, hogy próbáljuk meg észrevenni a jót, a szépet, a fényt a szürke hétköznapokban, vagy éppen fogjuk magunkat, és a sárral bekent szemünkkel induljunk el Siloé tavához, át az egész városon, egy ilyen meglepő dologgal, ahol az emberek furcsán néznek ránk. Furcsán néznek ránk, mert nem logikus, furcsán néznek ránk, mert abszurd, és furcsán néznek ránk, mert nincs értelme annak, hogy szeretjük azt, akit nagyon nehéz szeretnünk, hogy megbocsátunk annak, aki nem kér tőlünk bocsánatot, hogy jót teszünk akkor is, amikor nem éri meg a jót tenni. De ha végigjárjuk ezt az utat, velünk is megtörténik a csoda. Megtörténik a csoda, hogy a vaknak megnyílt a szeme és látta a fényt. Megtörténik a csoda, hogy észrevesszük azt, amit érdemes szeretni, és észrevesszük, hogy lelkünk szeme kinyílt, és betöltötte az életünket fénnyel. A vakember lát, a mi szemünk is kinyílik, és szinte gyönyörködünk abba a sok jóba, ami körülöttünk van, az emberekben megtalálható, szerethető tulajdonságokban, és a reményben, ami visszaadja nekünk a kedvünket az élethez, és az életnek az értelmét. Egyszer csak ez a fény fájdalmassá válhat. Fájdalmassá válhat, mert a fény elvakít bennünket, fájdalmassá válhat, mert rájövünk, hogy meg kell változtatnunk az életünket, már nem tudunk fürödni az önsajnálatban, hogy ez a világ nem jó, hogy az emberek ellenünk vannak, mert cselekvésre ösztönöz bennünket a változás. Legszívesebben becsuknánk a szemünket, és ugyanígy a körülöttünk levők is, mikor meglátják a mi változásunkat, rá akarnak kényszeríteni bennünket arra, hogy becsukjuk a szemünket, mert a mi változásunk
az ő életüket is megváltoztatja. Az ő életüket is megváltoztatja, mert el kell fogadniuk azt az embert, akivé mi válunk. Az ő életüket is megváltoztatja, mert a mi fényünk bevilágítja az ő életüket is. Az ő életüket is megváltoztatja, és hogy nekünk nehéz változni, nekik is ugyanúgy nehéz ezzel a változással együtt élni. Nem az a kérdés, hogy a csodát észrevesszük-e, hanem hogy ezzel a csodával együtt tudunk-e élni. Nyitva tudjuk-e tartani a lelkünk szemeit akkor, amikor ez a fény vakítóvá válik, együtt tudunk-e élni a változással, amely orkor fájdalmas és lemondásokkal jár, igen tudunk-e mondani arra a fényre, ami az egész világot be tudja ragyogni.